A Havas Henrikről ja, beszélek. Havas egy hülye, nem érdekes. Tegyem a szívet. Én nagyon kedvelem a Henriket, azóta is, akkor is, egyebe. De lássuk be, ő hülye. Köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk nem más, mint Jáksó László. Kezdünk. A műsor támogatója a Karma 44. A stúdióban már várja önöket Ábrahám Róbert. Nagyjából 2 éve zártad le a média munkásságodat, abban az esetben, hogyha Sláger FM-et tekintem a médiumok közül az utolsó állomásnak az életedben. Mennyire hiányzik ez, vagy mennyire vágysz vissza erre a telepre? 2 dolog miatt történt, és akkor ez mindjárt a válaszba fog belefutni, hogy hiányzik-e vagy sem. 2 dolog miatt történt alapvetően. Az egyik, hogy ennyi idős vagyok, amennyi. 54 évesen az ember nem tudja ugyanazokat a vicceket hitelesen sütögetni, mint, sőt, ugyanazt a stílust sem tudja képviselni, ám de stílust váltani sem nagyon lehet a médiában. Nem baj, nem baj. Talán én se engedném másoknak. Elképzeltél, megismertél valakit valahogy, csak annak fogadod el. Oké, rendben van. Én tudom, hogy ki voltam, pofavágós, meg vicceket, és rendben van. Mondom még egyszer, 54 éves. Azt már úgy nem lehet. Ez az egyik ok. Tehát egy kicsit kezdett rólam lecsúszni ez az egész dolog, mást meg nem nagyon tudtam, úgy éreztem, nem nagyon tudok elfogadtatni. Elkezdtem komoly témákról beszélgetni, és mindenki így nézett. Jó, ha nem, hát nem. A másik pedig, hogy nem csak én léptem hátra, vagy hagytam ott, hanem én szerintem a média is ott hagyta az összes olyan embert, aki még úgy körülbelül velem egy időben létezett benne. Tehát azt gondolom, hogy ez a mostani média, ez már nem az, mint volt. Nem baj, ezt nevezhetjük fejlődésnek. Ezt Hernádi Judit mondotta volt mindig, hogy a rossz események esetében sem mondhatjuk azt, hogy visszafejlődik a világ, mert mindig csak előre megyünk, ilyen az idő természete. Tehát ez is fejlődés. Oké, rendben van, bármi is a véleményem róla, meg mindig eszembe jut anyám, aki az operetten kívül semmilyen zenét nem szeretett, és mindegyikre azt mondta, hogy szar. Tehát, hogy én sem akarok ilyen lenni. Hogy próbálom érteni, hogy a kultúra eltűnését hiányolod a televíziózásban, és az eltressesedést hozott fel, mint negatív példa, vagy én teljesen félreértem? Nem érted félre, csak ilyen kategóriákat én nem szeretnék használni, mert buhatatlanul az lesz, hogy amit én képviselek, az a kultúra, a többi meg. Nem gondolom ezt. Azt gondolom, hogy volt egyfajta televíziózás Vitrai Tamás kora óta. Nem változatlanul, de azért az alapelemek, alapelvek, ilyesmi változatlanok voltak. Léteznek műsorvezetők, a műsorvezetők szerepe ugyan lassan változott, mert az akadémikusból átmentek ilyen hátbavágósba. Rendben van, de akkor is voltak műsorvezetők, személyiségek, akikért néztünk műsorokat, stb. Ebben a környezetben voltam én mondjuk egy műsorvezető a sok közül, okés. De már nincsenek. Tehát egyszerűen nem kell műsorvezető, nem nézzük műsorvezetőkért a műsorokat, nem tudunk felsorolni 3-at, óhatatlanul azokat fogjuk fel... Én voltam? Óhatatlanul azokat fogjuk felsorolni, akik még abból a korszakból vannak, figyeld meg, tehát Bocskort fogjuk felsorolni, akár Vitrait, ezek mindenki életkora szerint, de és akkor mindig fogok mondani, hogy aha, ez még mindig az a régebbi korszak, új korszakból nem, és ez... Kitolás azokkal, akik lehetnének műsorvezetők, mert kizártnak tartom, hogy ne lennének tehetséges fiatalok. Miért ne lennének? Ki a felelős, kinek a rovására írod ezt a televíziózásért, és mondjuk a nagy csatornák, akár RTL Klub, akár TV2, vagy a nézők ki, esetleg megosztod a felelősséget, és azt mondod, hogy is. Egy az egyben a nagy csatornák felelősségének tartom ezt, és nem csak RTL és TV2, hanem mindegyik tulajdonképpen a nézettség és a hatás arányában. Jó, de kereskedelmi csatornákról beszélünk, ahol mégiscsak a reklámbevételek dominálnak. Nem lehet az, hogyha a klasszikus tévézés jönne vissza, amiről most te is meséltél, az nem mondzana már annyi embert a tévéképernyőkkel, hiszen teljesen megváltozott a világ. Én teljesen megértem és elfogadom a Vitra is felállást, csak hogy akkor még nem volt TikTok. Akkor még nem voltak okostelefonok. Persze. És akkor azt az ember, amit kapott, azt nézte. Ma nem biztos, hogy oda tudnád ültetni a tévéképernyő elé, akárkit mondjuk egy Vitraival sem. Nem azt sírom vissza, és azt hiszem maga Vitrai Tamás sem olyan műsort csinálna, ha csinálna valamit, bárha lenne kedve. Nem azokat, nem a hangulatot, hát az alatt, hogy én ott ültem, is rengeteget változott. És érdekes módon, amikor úgy elindult az internet térhódítása, az internet, amelyre nem haragszom, átvette a televíziózás szerepét, és kész. Tehát már csak ezért sem szomorú ez az egész dolog, mert van a tévé helyett más. Szóval amikor bejött az internet, akkor sokan gondolták azt, hogy ez tönkre fogja tenni a televíziózást, ez valami más. És így mindig néztem, hogy miért? MTV-t még nem láttunk. Tehát olyan klippek jöttek be, ilyen netes klipként, amilyeneknél sokkal durvábbakat, vadabbakat vágott a 80-as években az MTV.
Tehát ezek újra és újra ismétlődő műfajok. Tök mindegy, hogy hol. Mondom, konkrétan a nagy kereskedelmi televíziók kihátráltak a televíziózásból a bombabiztos dolgok, vagy amit ők annak hisznek, mert ugye amit nem mérünk le, amit nem próbálunk ki, annak nem tudjuk a nézettségét. Nekik elegendő az, amennyi van ahhoz, hogy megéljenek, gondolom, mert nyilván ezért csinálják, és akkor csinálják ugyanazt a vetélkedőt már megint. Világos. Most viszont legutóbb azt nyilatkoztat, hogy teljesen megtaláltad a boldogságot. Nyilván ebben az is szerepet játszhatott, hogy ott hagytad magát a média világát, és egy picit háttérbe tudtál szorulni, és visszatérhetél az eredeti szakmádhoz, ahhoz a foglalkozáshoz, amit kedvelsz. Ugyanakkor meg ebben a kapcsolatot, tehát is egy jelentős részt vállal. Tudom, hogy nem fogsz erről a témáról beszélni, és nem is akarom. Tehát, hogy úgy címkézted ezt föl, hogy most boldog vagy. Viszont, és akkor itt jön a kérdésem. Korábban te magad is és a téged körülvevő emberek is rendszeresen azzal poénkodtak, hogy mennyire nem volt neked szerencséd a nőknél. Ez a rész érdekelne, hogy a fiatal Jáksó az tényleg ennyire rosszul találta meg az összhangot a nőkkel? És az mindenkinek olyan a világ, amilyennek ő maga érzi. Érdekes, volt egy ilyen tanulmány, hogy felmérték, hogy egy családban felnővő hasonló korú testvérek, mert hát ha nagyon nagy a különbség, akkor persze eleve máshogy érzik, de hasonló korú testvérek, akár egyező nemű testvérek is, mennyire gyökeresen máshogy emlékeznek vissza a gyerekkorukra. De más a szerep, az egyik vezető volt, jól érezte magát, a másik vezetett, és kicsikét azt érezte, hogy parancsolnak neki. Szóval még ott is. Na most, az, hogy az én gyerekkorom milyen volt, én úgy éreztem, mintha félre lennék lökve, nem kapnám meg azt a figyelmet, amit szeretnék. Na most ehhez képest volt nekem osztálytalálkozóm, az általános iskolai osztályommal, ahol többek közt aranyosak voltak, nem bántottak, csak így aztán szóba elegyedtünk, mert ilyen egész napot együtt töltöttük, és mondták, hogy ők is ezt hallgatják így a tévéből, de hogy tudom-e, hogy ez nem így volt. Mondom, és elkezdtek, mondom, tök aranyosan nekem mesélni úgy magamról, hogy én újra és újra álltam kinn az osztály előtt, és beszéltem, vicceket mondtam, abszolút vezettem a dolgokat, legalábbis egyfajta módon, és ők szerettek, és egyáltalán nem tehát az a... Tehát teljesen máshogy élték meg ezt az időszakot, mint olyan... És tudod mi? Bocsáss meg, és hogy kinek higgyünk? Ahogy így mesélték, kezdtem rájönni, hogy nekik igazuk van. Tehát minden emlék, amit emlegettek, visszajött, és igazuk van. Tehát valószínűleg csak én nem voltam elégedett azzal a dologgal. Tehát telhetetlen, mint általában a fiatalok. Nem biztos, hogy telhetetlen, én sokkal inkább, és ezt kívülről szemlélve tudom mondani, én sokkal inkább egy megfelelési kényszert és egy kisebbségi komplexus fedezek fel a te személyiségedbe. És közben elnézést kérek a nézőktől, mert a szomszéd lakásban halljuk, hogy folyamatosan fúrnak, de ha már fúrnak, ez tökéletes átkötés, ez az első randi. Ja, a no decibel. Igen. Hát... Mikor jött össze az első randi? Picit későn, de nem olyan drámaian, de én ezt akkor is drámainak éreztem. A gimi leges-leges legvégén... 18 körül? Bés. Aha, én vesztes vagyok, tehát bőven 18 éves voltam. Én bés voltam, és egy dés lányt így elkezdtem nézni. És neki, ő egy visszahúzódó lány volt. De neki volt egy harsányabb osztálytársa, akivel valami okból kifolyólag, részletekre nem teljesen emlékszem, de valamiért vele kezdtem el, vagy mentem el moziba. Nem tudom. De annyira süket voltam az egész dologhoz, hogy én őt csak, azt hiszem, hogy így mentem a kiválasztott felé, és akkor így lekanyarodtam, és őt hívtam el moziba, vagy valami ilyesmi. Ez teljesen véletlen történt. Tök véletlen volt. De ergo nem tudtam a nevét. Mennyire voltál béna? Jaj, nagyon. Hát mondom, nem tudtam a nevét. És ezt ugye meg lehet oldani másképpen, én azt hiszem a legkulturáltabb módon oldottam meg, hazafelé menet, tehát a mozi után, megkérdeztem, hogy egyébként hogy hívják. De ő ilyen típus volt, röhögött. De ez picit olyan amcsinál tűnik, tehát ugye ott a szokás, hogy az esemény után kérdezik meg, hogy egyébként hogy is hívnak, kedves, igen. De ha már eseményt említek egyébként, azt elárulod nekünk, hogy ez a mozis este, ez végül
kiteljesedéssel, vagy inkább beteljesedéssel zárul? Még ennél is bonyolultabb. És akkor ő tényleg csak haver maradt, és most nem olyan rég az osztálytalálkozó volt, ugye mondom, és összefutottunk a désekkel, és vele is röhögtünk ezen. De ő utána bemutatott annak, mert elmondta neki, hogy mi volt a helyzet, bemutatott annak a hölgynek, akit eredetileg, és ő vele. Tehát ott. Ő volt az első. Igen. És akkor még mindig 18-19 között volt. Igen, 18-19 merőben természetesen. Adott ez neked egy löketet, hogy egy picit bátrabb legyél, vagy hogy ne... Vagy ugyanúgy megmaradtál az eredeti karakteredben? Azt hiszem, hogy ha így magamat próbálom elemezni visszamenőleg, hogy én annyira benne voltam abban, hogy én béna vagyok, hogy megpróbáltam bármiből lehet őket kovácsolni. Na. Tehát ha az embernek mondjuk ilyen a feje, akkor az amorózó, tehát az ilyen hősszerelmes dolgokat nem tudja hitelesen eljátszani. Arca sincs hozzá, arckifejezése se sincs hozzá, hitelessége aztán pláne nincs. Ergo én kezdtem magamba beleépíteni ezeket. És akkor ilyen bénán néz az ember, és így pillanat alatt át tudunk ugrani, tehát ezekből lett felépítve mindaz, amit mondjuk a televízióban mutattam. Később erre épül a karaktered egyébként. Igen, de jelzem. Arra már nem nagyon emlékszik senki, de hogy ez mennyire csinált volt, ezt az is bizonyítja, gondolom, hogy előtte, nem tudom véletlenül, hát te ugye voltál 3 éves, én a Danubiusban előtte műsort vezettem, és a Danubiusban én marhára nem így vezettem műsort. Tehát megnyomott hanggal, jó estét kívánok mindenkinek, aki érdeklődik a Danubius irány, gyerünk bele! A maga biztos macsó, igen. Persze, kifejezett, mert rádióban meg lehet. Tehát ahhoz meg csak hang kell. És ezt meg szerettem csinálni. Szignálokat szerettem csinálni. Az egésznek volt egy olyan nagyon svungos jellege. És ahhoz tartozott még egy ilyen menet, hogy roadshowzgattunk, hétvégén mindig kimentünk, hát ott egy kicsit meglepődtek, amikor a színpadra felmentem, elkezdtem, ez így néz ki, de azért úgy mégiscsak maradt. Tehát nem állítanám, hogy sikertelen voltam. Megint megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a saját kinézetedet kezded el cikizni. Nem, és nem, csak a helyén próbálom kezelni. Csak a helyén próbálom kezelni, de hogy arra akartam ezzel utalni, hogy a korábbi munkatársait közül, akikkel együtt csináltad például a Heti Hetest, volt, aki ezt bizony szóvá tette, hogy ez őt nagyon ideges. Vagy nagyon zavart, a Havas Henrikről beszélek. Havas egy hülye, nem érdekes. Tegyem a szívet. Én nagyon kedvelem a Henriket, azóta is, akkor is, egyebe. De lássuk be, ő hülye. És a szónak nem abban az értelme, nem buta ember, nem tehetségtelen. Ezt szerintem még azok is elismerik, akik egyetlen szavát se szeretik, amit mond. Én mondom, én nagyon kedvelem, de valahogy az az ember, és ezt próbálom összefoglalni ezzel a szóval, hülye, hogy elkezd beszélni, és akaratlanul is röhögök állandóan. Pedig nem akar ő vicceseket mondani. Egyszer például felhívott magához irodájába, és akkor ott ültünk, és elmondott egy játékötletet, ami se jó nem volt, se rossz nem volt, nem akarom bántani, játékötlet volt, oké. Okay. És mert hogy én programozom, és akkor is programoztam már, és ezt tudom. És azt mondta, jó, oké, és miért tetszett így felhívni? És azt mondta, hogy azért, mert akkor ezt megcsinálhatnánk így együtt, és én kapnék, mint a dolog programozója, belőle 10%-ot van. Az nagyon jó. Köszönöm. Hogy gondolok, az elmentem. És ezen is csak röhögök. Tehát, hogy egyem a szívét felajánlotta, hogy megírom az egészet 10%-ért. És ő ezt tök komolyan gondolta. Én ebben biztos vagyok. Tehát ő egy másképpen sérült ember, egyem a pici szívét, ő rajta is egyébként szerintem meg lehet látni ezt a régi ex autószerelőt, aki ő már nem az, de akit próbál saját magát lenyűgözni, az akkori társait lenyűgözni, aki meg akarja haladni a valamikori önmagát, és azért állandóan emlegeti a végzettségét, a mindent. Ezeket összefoglalóan tudom úgy meghatározni. Világos, viszont amikor azt nyilatkozta rólad, az nem ment túl egy bizonyos határon, amikor már a fizikai elpusztításodról gondolkodott? Tehát, hogy konkrétan, hogy akarod, akkor idézem. Lehet, hogy elment a fejem mellett valami. Engem halálosan idegesít, amikor egy csúnya ember a saját elesettségében, nyomorúságával visszajöve, azon humorizál. Én megőrültem a Jáksótól, amikor a csúnyaságával, az Ádám csutkájával, az állával volt elfoglalva. Igen, és akkor egy picit arra szeretném ugrani, és konkrétan a fizikai megsemmisítésedre akartam ugrani. Fizikailag meg tudnám ölni az ilyen embert.
hogy ez... Hülye szegény. De nem érdekes. De tényleg, de nem szabad ezeken fölhúzni magad. Egyébként is műsorvezetőt, műsor közben ugye csak baltával lehet megsérteni. Bár hát lényegében ezt tervezte ezek szerint. Nem, tényleg, nem. Komolyan. Én... Általánosságban milyen a viszonyod, és akkor ugorjunk a havas. Általánosságban milyen a viszonyod, nem a havas Henrikkel, hanem, hanem a heti hetes többi állandó részvevőjével. Tök jó, nem nagyon találkozunk, meg így... Amikor elkezdtük ezt a műsort, akkor én adnak dacára, hogy 30 éves voltam. Tehát lehetett volna kialakult véleményem a világról, nem volt. Tehát én ezt műsorként fogtam fel, egy marha jó műsorként, ami szórakoztató volt, vicceket mondtak benne. Politikai vetületét én egyáltalán nem is érzékeltem, nem is érdekel. Kérdezni is akartam, hogy te egy picit kivételnek tűntél ebből a szempontból. Hát a többiek azért túlnyomó részt politikailag el voltak köteleződve. Legalábbis azért... nekik inkább volt már véleményük életkoruk folytán is, persze. Igen, és hogy te viszont ennek már csak azért is ellentmondasz, mert például neked volt egy 2020-as kiszólásod a Gyurcsánynak, ha még emlékszel erre. Igen. Nem lehet, hogy ők ezt sérelmezték egyébként, hogy... Nem kell ezt elismerned, ez az én saját véleményem, de hát a hetiért ez azért mégiscsak egy nagyban gyurcsányista körből tevődött össze akkoriban. Tehát hogy ezt azért nehéz is tagadni, és manapság... Jelenlétemmel sem erősítem ezt meg, de hogy a... De mondtam, hogy te kivétel voltál ebből is. De nem, a többiekre nézve se akarok, hát még úgy hallgatásommal se ilyen kijelentéseket tenni. Nem szeretném tényleg a többieket minősíteni. Egy biztos, hogy én velem egy csomó minden történt menet közben, nem utolsósorban egyébként pont a heti hetes miatt. Tehát mit tudom, fenyegettek, lezsidóztak, tudom is. És ez óhatatlanul belevitt engem a... Tehát nem lehetett már nem gondolkodni a politikán, ahogy én azt azelőtt tettem, meg ahogy talán a heti hetes első egy évében tettem, hogy nem érdekel, bárki szembe jött, mindig mondtam, értsétek meg, egy csomó színész mesél, színész történet. És aztán egyre többet kellett ezen gondolkodnom. És az maga az, hogy erről beszélgettek mellettem, és szerintem ezt megerősítik akár a jobb oldalon is, okos emberek, bármi is a véleményük, bármennyire is be vannak tagozódva esetleg valahova, de ők okos emberek, de legalábbis érdemes meghallgatni, hogy mit mondanak, ha más nem felháborodandó. És ezért én hát kellett, hogy ezen gondolkodjam. Sokat gondolkodtam. És egy darabig velük úsztam, egy darabig nagyon meggyőzőek voltak számomra, aztán meg lett saját véleményem, és az már nem teljesen egyezett. És az, hogy nem teljesen egyezett, azt észrevették, azt megbeszéltük, arról mi beszélgettünk velük. Ugye VIP szobának hívtuk, de csak úgy viccből, mert hogy ilyen semmi kis fehéremeszelt öltözőkben előtte szendvicseket zabáltunk. Ez volt a VIP szoba. Műsor előtt. És mindig műsor előtt egy órával be kellett jönni azért, hogy úgy ráhangolódjunk meg. Egyébként ez az Ónodi Gyurinak ilyen mániája volt, de jó. Csak egy másodperc. És akkor ott tudtunk beszélgetni. Mindenről tudtunk beszélgetni. Össze is tudtunk veszni. Úgyhogy mi ezeket mind megbeszéltük. Belém szorul dolgok erről nincsenek. Tudom, hogy nem értettünk egyet a végén már sok mindenben. A Partizánban, amikor elkezdték meghívni az egykori heti hetes szereplőket, te miért nem kerültél meg, vagy téged miért nem hívtak meg? Nem, mi hívtak, és nem mentél, vagy egyszerűen meg sem próbáltad? Nem. Ennél még színesebb. Ha jól emlékszem, valaki felhívott neki onnan, és azt hiszem az Ónodi Gyuri telefonszámát én adtam meg nekik, a főszerkesztő. És ennek ellenére nem hívtak meg a műsorba? Az Ónodi Gyuri is pontosan tudja, meg a többiek is, hogy valahova nem elmenni, az nem egy gond. Tehát ez lehet, hogy kívülről úgy tűnik, mint valami őrületes udvariatlanság, de valahol nem lenni, ez kedvenc szórakozáson. Komolyan. Tehát nem tudok annál jobbat elképzelni, mint hogyha valahova megígértem, hogy és elmegyek, és felhívnak reggel, hogy te figyelj. Van egy napom. Tehát engem ez igazán nem bánt. A heti hetes, ha kicsit elkerülő választ is akarok adni, annyi ember, nem is annyi emberből állt, aki ahányan ott voltak. Tök érdekes. Kik? Mert ugye amikor elkezdtük, akkor a Verebes Pista is ott volt. Aztán ő közöttük volt valami ötre, és akkor ő el. Akkor már utána ebben a visszatekintésben is, amennyire emlékszem, nem, láttam, de nem emlékszem, azt hiszem a Verebes nem volt bennem. És még sokan nem voltak benne. A heti hetes önmagában még alapcsapat szinten is legalább 10-20 embert jelentett. Én úgy tudom, a Verebes ott volt. Igen? Akkor ott volt, bocs. Lehet, hogy én tévedek, de én úgy emlékszem, hogy ott volt.
De szar lesz nekünk, amikor ezt, nekem, amikor ezt visszanézem, és akkor mellé teszik, hogy te hülye. Nem, rossz a memóriám, tényleg rossz. Ha tévedek, én tévedek. Hogy azért ez 10-20 ember között van. Még a nagyon alap csapat is 10, és nem 6 ember rajtam kívül. Mert változtak. Folyamatosan változtak. Senkinek nem volt szerződése minden műsorra, csak nekem. Na most azért az én szerepem akkor is más volt. Tehát híreket mondtam, felolvastam, és aztán ugye évek során kicsit növekvő jelleggel mondtattam hozzá. Jó, de téged még egyszer emlékeztetnék, mindenki téged egyébként sem szoktak azok közé sorolni, akinek ebben a műsorban mondjuk elfogult véleménye lett volna. És ha finoman akarok fogalmazni, ettől függetlenül magát a műsort, azt mégis úgy tekintik, mint egy politikailag elfogult műsor. A Majka ezzel kapcsolatban egyébként hozott elő olyan anekdotákat, amikor is azt mondta, hogy hogyha nem is éles cenzúrával találta magát szembe, de bizony azokat a részeket kivágták, amikor az ottani politikai meggyőződésnek mondjuk ellentétes véleményt akart megfogalmazni. Igen. Én ezt akkor olvastam. Én biztos ezért memóriámmal van baj. Én egy darab ilyenre nem emlékszem. Akkor a Majka emlékszik rosszul? Vagy én. Én nem tudom. Én emlékszem olyan pillanatokra, de lehet, hogy rosszul. Hogy tűnődtünk a Gyurival, meg még ott azt hiszem a Teddyvel, hogy jó ez a Majka, vagy nem, és mintha úgy gondoltuk volna, hogy nem. És ezzel én azt gondolom, hogy a Majkának se kéne ezen megsértődni, meg fog, de nem kéne, nem kell mindenben jónak lenni. De most tehát egyébként a Majka miben nem volt jó, mint véleményező, vagy mint egyébként tévés arc? Mert ha a tévés arc az azért nem állja meg a helyét ilyen téren, mert... Résort vezet azóta. Igen, és nagyon sikeresen, tehát tegyük hozzá. Okay, de ez nem szimpátia kérdés nálam, félre ne érjél. Én nem vagyok Majka ellensége, de a következő helyzet vicces, és ezt... Ellenoldalon szerintem azóta is cáfolják, illetve röhögni fognak most is, hogy elmondtam. Elmondom újra, ennek a műsornak az utolsó pillanatáig, bár ott már nagyon-nagyon sötétedett, és nagyon-nagyon nyavajgásba fordult, de akkor is szinte az utolsó pillanatáig a szándéka az volt, hogy szórakoztasson. És ha még emlékszünk, nagyon régen azért ez színész történetekben, ilyesmiben, apolitikus elemekben nagyon nagy százalékban megjelent. Na most... Én erről beszélek. A Majka politikáról beszélt. Arról, hogy neki véleménye is letörték, nem emlékszem ilyenre. Egyetlen egy értelmes, karcos véleményére sem, amely szembe ment volna az ott ülők véleményével, és azt ők kifogásolták volna. Nem emlékszem ilyenre. Biztos volt. És ellenben emlékszem arra, hogy azon a módon, ahogy a többiek szórakoztatóak voltak, hogy tudod, ez a jókor beszólni a másiknak, akkor elfogadni, akkor cikizni, visszavágni, ez a fajta dolog, ez a százaléka a hetietesnek, ez viszont én így emlékszem, hogy ez egyszer nem teljesült vele. Valószínűleg azért, mert túl komolyan vette, mert azt hitte, hogy politikai kinyilatkoztatásokat kell tenni. Nem. Gonosz leszek, akkor olyasmi érzeted lehetett Majkával kapcsolatban, mint amit most érez az ember, amikor egy Cutor Zoli mondjuk beül az Ötbe? Mibe? Az Öt című műsorban, most hasonló, mint a hetedik. Van ilyen? Az a baj, hogy én a Zolit is szeretem. Én sem azt mondtam, hogy nem szeretem, csak nekem például, és azért mondtam, direkt előre jeleztem, hogy gonosz leszek egy picit, ilyen tényleg, mert hogy művészemberként tök zseniális, de amikor közéleti vélemény műsorban hallom őt megszólalni, akkor ugyanazt érzem, amit te most itt a Majkával kapcsolatban lefestettél. Tehát ez a rossz kor, nem érzi a dolognak a dinamikáját, és amikor megszólal, akkor sem pont azt mondja, ami frappáns lenne, ami spontán. Nem tudom, én is beválasztottam volna egy ilyenbe, mert nekem is valahogy megvolt ez az info, hogy szórakoztató. Meg tök jó vele beszélgetni. Magát a szórakoztatását nem mondtam kétségbe, csak hogy nem tudom, az Ötről eddig nem tudtam, mint műsorról, de hol megy? Internet? ATV. ATV? Jó. Beledés. Ajánlom figyelmet. Kösz. Hont András, Ceglédi Zoli. Nagy nevek? Igen. Hogy, de a Ceglét is kell. Szóval azért mondom, összefolyik az egész. Azon mosolyogok egyébként, hogy rólad az ember nem feltételezni azt, hogy te ez a nagyon biffelős fazon vagy. És ilyen nyíltan nem is biffelsz. Elmúlt fél órában belerúgtam egy csomó emberbe. Igen, tehát nem is biffelsz ilyen nyíltan, de egyébként olyan burkolt megjegyzéséd vannak, és olyan szarkasztikus reakcióid, amiből meg folyamatosan bontakozhatnának ki az újabb és újabb biffek. Azért valószínűleg az van, hogy... Amit az előbb elmondtam, hogy belerántott ez a műsor engem onnan, hogy dalokat konferáltam a Danubiusban, még oly lendületesen, vagy hülyén, vagy viccekkel is, de akkor is dalokat.
És, de ebből belerántott abba, hogy én egyszer, egy pillanat alatt védekezni kényszerültem azért, mert én egy büdös kommunista lettem, ugye a heti hetestől. Ez az első pillanatától. Várj, nem állj, várj. Ezt én az első pillanat, nem te rólad beszélek, sőt... Közvéleményről beszélek ilyen. Nem címkéztek föl téged ilyennel. Pillanat. Az első perctől kezdve, ugye, ha az embert egy hónap alatt egyetlen egy nyugdíjas felemelt izével, esernyővel megkergeti az utcán azzal, hogy büdös komcsi, akkor az meghatározó élménye lesz, pedig százalékosan lószar. Tényleg. Tehát igazad van, biztos igazad van, ez megint, látod, megint ugyanaz van, mint amit a gyerekkoromról meséltem. Hogy az ember óhatatlanul is mást érez. Emlékeztetni is akartalak, hogy így ez van, ez ugyanaz a buli. Ez ugyanaz a buli. Na mindegy, akkor másképp fogalmazok. Akkor én úgy éreztem, hogy ez az egész dolog beleránt engem abba, hogy magyarázkodnom kelljen. Non-stop magyaráztam. Néha interneten is belementem, hogy szélső liberális műsor, de hogy a liberális szerintem nem lehet szélső, mert az valaminek a közepe. És minden volt, és mindennek az ellen. Ez egy nagyon-nagyon sarkos állítás volt most, észre, ezt ma is fenntartod, hogy a liberalizmus nem lehet szélső? Nem. És érted? Tehát eddig erről beszéltem, hogy folyamatosan rengeteget változtam. És az elején ráadásul én még azt is cáfoltam, mert így akartam gondolni, hogy egyáltalán ez politikai műsor lenne. Mert én hülye volt, én nem tudtam, hogy mibe jövök. Tudtam. Visszavonnám az egészet. Tudtam, mibe jövök. Szórakoztató műsorban, ahol én nálam sokkal tapasztaltabb, olyan nagy nevek voltak folyamatosan, akiket szinte mindet, vagy a rádiókabaréban, vagy a televízióban így néztem a apám foteljének dőlve a pufról 6 éves koromban. Tehát ez meghatározó volt. Ide hívnak, hát megyek. Engedd meg nekem azt, hogy ezt megpróbáljam tisztába tenni. Nem akarom ebbe az irányba elvinni a műsor, csak mondtál itt több címkét, tehát ugye kiejtetted azt a szádon, hogy kommunistának címkéztek, legalábbis volt ilyen élmények. Hát leegyszerűsítő, nyugdíjas bácsi ezt kiabált. Nyilván, illetve ugyanakkor az előbb szóba hoztad ezt, hogy te neked az volt a benyomás, és azt gondoltad, ez volt az álláspontod, hogy a liberalizmus az nem lehet szélső, holott téged szélső liberálisnak tartottak. Ez egy idézet volt akkor, saját magamtól. Igen, én akkor ezt hangoztattam. Ezt tegyük már most tisztába, hogy most viszont, hogy látom, most 2022-ben, tehát hogy megint, ha engedd meg nekem, hogy kívülről megítélem ezt az egészet, az én szemszögemből te egy egyébként mérsékeltel liberális karakter voltál, tehát aki hisz az emberi szabadságjogokban, hisz abban, hogy mindenki mondhat mindent, amit szeretne, amíg az mondjuk másokat nem sért olyan mértékben, ami már kínos lehet, vagy túlmegy egy határon. Viszont már a 2022-ben még azok a liberálisok, akik mérsékeltnek voltak tekintetőek korábban, mert ők is nyíltan kijelentik azt, hogy de igenis létezik az első liberalizmus, ami lassan fölfalta a normál liberalizmust. Ezt te hogy látom most 2022-ben? Így. Nekem egy csomó minden történt. Ugye az embert meghatározzák a nála okosabb emberek, meg a nála okosabb dolgok, amikor megjönnek, megérintik, meghallja. Csak meg kell hallani. Ilyen volt például, amit egy riportalanyom mondott, akivel üvöltésig összevesztünk, Ákossal, Kovács. Ordítoztunk. Pedig a zenéről akartam interjúzni, csak akkor kezdtem heti hetesezni, tudod? És bennem volt ez a pofátlanság, ami az egész műsornak. És akkor valami ilyen szemétséggel kezdtem, hogy na mi a helyzet a Fideszben? És így rohadt kurva. És annyit mondott összesen, hogy ja, ha így, akkor gyere. És igaza volt, mert ő eljött ide zenéről beszélgetni, ha így akarsz egyebek. És egy pillanat alatt így kijött belőle minden, a heti hetesre meg egyebekre. És kérdezte, hogy van valami, mondom, nincs, és rám csapta az ajtót, elment. Aztán így gondolkodtam, és felhívtam, hogy te figyelj, messze vagy? Nem. Ne kezdjük elő. De visszajött, és mondom, most jelent meg az új lemezet, és végig beszéltük ezt a dolgot, hogy mondjam, nem megadásképpen, vagy nem beszéltünk az előző. Aztán az egész után egy icipicit beszélgettünk, és akkor már mondtam, hagyjuk. Úgy a heti hetest, mint a Fidesz. Tényleg, mindegyiket hagyjuk. És akkor azt mondtam neki, hogy én azt érzem, hogy én akkor voltam 20-valahány éves, hogy 30 alatt az nagyon fura, ha az ember nem liberális. Fura. Azt mondta, hogy... Churchill is ezen az állásponton volt. Igen. És akkor ennyit mondott összesen, amit szintén nem ő mondott életében először, de nekem ő mondta először, hogy igen. És az is furcsa, hogy 30 fölött nem vagy konzervatív.
Igen, de hogy korábban utaltam erre, azt hiszem, hogy ez egy híres Winston Churchill. Persze. Egyébként, hogy aki fiatalon liberális időskorában, mert konzervatív. Nem azt mondtam, hogy nem azt mondtam, hogy a világ legzseniesebb. Nekem ő mondta. De egyébként azt hadd szögezzem le, hogy nekem például a liberalizmussal soha nem volt problémám, azzal a liberalizmussal, amit klasszikus liberalizmus, tehát addig liberalizmusával. És szerintem egyébként talán te is ebbe a kategóriába tartoztál. Hagy húzzam vissza a dolgot. Igen. Nem vagyok eléggé olvasott ahhoz, hogy ennyire belemenjek az elméletbe. Én a saját szerepemet tudom. Én azt tudom, hogy jó darabig hangoztattam, hogy én nem veszek részt a dolog politikai részébe, de részt vettem, hát ott voltam. És aztán történtek velem dolgok. Ez egy régebbi, most ma már kisebb emlék volt, de az akkor ugye elgondolkodtatott. Egy utolsó mondatot engedj meg így politikai kérdéssel kapcsolatban, aztán innen tovább is evezünk. A Gyurcsányos kiszólásod, az milyen fogadtatásban részesült? Tényleg, ez gyorsan túl leszek rajta. És utána volt nekem ez a szerencsétlen szappanopera kísérletem. Maslakok. Ami nagyon érdekes volt, nagyon érdekes tapasztalat. Minthogy az egy bukás volt, ezért nyilvánvalóan semmilyen kérdésen nem lehetett semmi egyebet mondani, és ma sem mondok mást, mint ki a hibás, én vagyok a hibás, mi ez, bukás, bukás-e? Tehát oké, de azért ott nekem lettek élményeim. Tehát én tudom, hogy engem kihívott fel. Az alatt az idő alatt, amíg még ment. Az 3 hónap volt. Hogy kik hívtak fel? Azért, hogy abból a 3 milliárdból, amit az olyan, ez kéne nekem is. Hogy tudom, hogy kihívott fel azért, hogy a gyerekét helyezzük el. Tudom, hogy kihívott fel azért, hogy kinek mutassam be, akivel gyakran írnak le bennünket egyszerre. Érted? Szóval fura volt. És nem utolsó sorban az arányok voltak furák, ugyanis akarsz tippelni, hogy ez melyik oldal volt elsőprően? Szerinted... Elárulod. Hát ez nyilván az én addigi oldalam volt. Te baloldal. Hát mit tudom én, nem hiszem, hogy... Ez nem baloldal, egyem a szívet, nekem van igazi baloldali ismerősöm, és tök jóban vagyunk, aki tényleg hiszabban. De akkor hogy fogalmazzuk meg ezt? Hát ezt a hetietes költ úgy, hogy ne legyen degradáló mondjuk. Nem tudom, mert ez ráadásul a korral is változik, tehát ez annyit változik. A lényeg, tehát egy csomó olyan ember, akiről azt hittem, hogy nagyjából egy platformon állunk velük, és egy oldalon állunk, és hetietes nézők, na tessék. Hetietes rajongók, meg volt köztük volt osztálytársam, meg minden ilyesmi, ezek mind, baszd meg, egytől egyik felhívtak, hogy kéne a tortából. És annyira dühös voltam, és annyira csalódott a saját izémbe, hogy én nem vagyok egy nagy lobbista. Én ezeket mindegyiket a picsába küldtem. Mindegyiket, egytől egyig. Különböző szavakkal. Azt a, úgynevezett, akkor liberális körökben nagy nevűnek számító írót, létezőt. Tehát ez a megfelelő címke, amit úgy érzel, hogy elfogadsz? Hát, liberális őt azért említem így, mert ő magát így definiálja. Tehát az a közismert író, aki felmerészelt engem hívni azzal, hogy ezt a forgatókönyvet, a Maslakókat, ezt igazából ő a 70-es években már letette a Magyar Televízió asztalára. Tehát kéne akkor valami kis százalékot, mondom, Abuka, ez internetes újságírókról szól. 70-es években mi a pöcsöt raktál le te ezzel kapcsolatban? Azt mondta, hogy hát nem, hanem hogy újságírók. Mondom, akkor, hogy értsem. Tehát te írtál valamit a 70-es években újságírókról, és mint hogy ez is újságírókról szól, ezért úgy érzed, hogy neked ebben részed az. Ja, hát igen, mondom, menjél te! És azt is a picsába küldtem. Ezeket azt lehet tudni, ki volt ő? Nem. De én tudom. Abban az időben én folyamatosan rögzítettem a telefonjaimat, ez mind megvan. Néha nagyon jókat elszórakozom rajta, meghallgatom. Mai napig megvannak azok a beszélgetések, amiket akkor rögzítette. Nagyon fura dolgok történtek. De miért rögzítetted? Féltél valamitől? Az első 3 után. Nem féltem semmitől. Érdekes volt. Éreztem, hogy én ezt akarom meg. Vagy perre készültél? De akkor nem tudom, mit tud arra rávenni valakit, hogy minden, ma is rögzíted a telefonbeszélgetéseket? És előtte se. És csak az a korszakod volt? Csak az a korszak. Termesztő, hogy miket mondtak emberek. Termesztő. Termesztő, hogy mi segítünk a te fiadnak, te segíts a mi fiunknak. Mondom, ezt bogozzuk ki, apám, ez mi a tököt? Hát, hogy, és akkor elmondta, hogy ő milyen rokonságban van az én fiamnak az egyik tanárával. Azt a rohadt élet! És akkor azért, mert az ő egyik rokona tanítja tanárként, pénzért, tehát, hogy úgy normálisan, a fiama ezért
Minden volt. Minden is. És ez engem ugye eléggé megrázott. De még a heti hetesben is. Tehát ott ugye barátok ültek. Valamelyest cikiztek engem a marsakokkal, oké, rendben, belefér. De amikor a VIP szobában, amiről mondtam, hogy marha VIP volt, szalám is szentics Istenem, szóval az ott is elkezdték mondani, és ott volt még egy meghatározó, és tényleg ez a hosszú válasz a kérdésedre, hogy ott egyszer egyikük, ezt se szeretném nevesíteni, hosszan mondta, hogy biztos, akkor volt egy aktuális menet, tudod, minden nap írtak valamit, hogy találtunk egy számlát, ami bizonyítja, hogy a fasz. És senki soha meg nem kérdezett. Ha még emlékszel, akkor nap, mint nap írtak semmit, én sehol semmit. Nem hívtak fel ezek a remek oknyomozó újságírók. Azt meg aztán nagyon mélyre temették, mert hogy miért nem pereltetek, Laci? Azért, mert pereltünk. Hát látszó ellen akkora pert nyertünk, mint a szar. 10 millióval tartozik az a színész gyerek, aki azt állította, hogy nem fizettük ki. De kifizettük. Bassza meg a rohadt élet. Kifizettük. Ki volt ez a színész? Én nem akarok már nevekkel dobálózni. De ez nem jelent meg a sajtóba korábban? Mindez megjelent. Ő is megjelent. Szomorú arccal magyarázta, hogy őt nem fizettük, de kifizettük. De egyszer megjelent a sajtóba, akkor nem mondhatjuk ki a nevét. Nem érdekel. Én nem akarom már mondani. Azóta is tartozik. És ezzel a dologgal, és ő duzzogva elrejtette az átlátszó is a helyreigazítást, tudod, ez már letolt izében. A kötelező szöveg. Na, nem baj, attól még nem hiszük el, mert megmutattuk bazd meg a számla kivonatot, hogy mikor, hatkor se hiszük el. Jó, ez mind-mind megtörtént, meg még ezerszer ennyi. Jó? Pici ízelítőt adtam abból, ami ott történt. A VIP szobában az egyik kolléga szintén elkezdte mondani, hogy hallom jelentősen. Ezért mondom, véletlen, tényleg készültem, képzeld el. Mert az ment akkor a sajtóban, mondom. Az például egy olyan eset most, amire nagyon gyorsan tudok válaszolni. És így elkezdtem letenni elé a számlákat, amiket az ember nem feltétlenül akar, nem is kérte tőlem senki, nem is hiszem, mondom, de itt vagyunk. A tekintetese siklott le. Így ültünk vele, mint veled, és így az asztalra tettem. Mondom, itt nem nézett le. És mondom, ó. És akkor ezt mondta nagyon lassan. De Laci, tudod, hogy ez nem erről szól? Mondom, én tudom, bazd meg, de akkor te meg mit tolvajozol? Érted? És belemondja az arcomba, hogy ez nem erről szól. Persze, hogy nem erről szól. Hát persze, hogy nem. De akkor mit játsszuk meg a pofánkat? És egy pillanat alatt az az oldal, amelyikről én azt hittem, hogy velük együtt menetelünk, és igazunk van. Ugye ez egy jelentős igazságérzetű oldal, tehát csak az az igaz, amit ők kimondanak, de ez mondjuk érvényes majdnem mindenkire. Ezek itt puszta csapódási kényszerből, meg irányultságból, meg mert beleláttak az ellenoldalnak valami érdekét, meg ilyesmi, ezért így elkezdtek mondani dolgokat, amiről ők se gondolták, hogy igaz. És akkor mit csináljon az ember, ha rájön arra, hogy annak az oldalnak bármelyik képviselője, vagy legalábbis rengeteg képviselője képes egy pillanat alatt hazudni. Ha azt hitted, hogy liberálisnak lenni, az azt jelenti, addig azt hitted, liberálisnak lenni az azt jelenti, hogy minden egyes állítást önmagában megszemlélni, értékelni, és aztán azt szerint. Mert hogy ide tartozik az, amit te kérdeztél Gyurcsányról. Ez volt a véleményem is kész. Hogy ezt mindenki mondja már, tehát ez se volt egy újdonság, hogy gyakorlatilag Gyurcsány az jelenlegi ellenzék bukásának legfőbb okozója, és újra, és mindaddig, amíg ő itt van, addig. És hogy jobb lenne, ha már nem beszél. Egyébként a világ legelegánsabb válaszát kaptam tőlük. És ugye liberálisnak lenni, tehát akkor ezt is ismerjük el. Az ő csapatától kaptam valami olyat, hogy nem tudom, Gyurcsány Ferenc további sok sikert kíván a műsorához, vagy valami ilyesmi. Nyilván nem ő foglalkozott ezzel. Oké. Hát egy politikusnak valóban ezt így kell viselnie. Oké, értettem, amit mondtál, további sok sikert. Erre csak így lehet reagálni. És nagyon ritka az, hogy egyébként képes lenne valaki így reagálni. Nem szoktak.
A politikát most egy picit evezzünk el más irányba. Korábban szóba került, hogy voltak itt biffek bizony a háttérben, meg most is egyébként, tehát látom, hogy nyitott vagy te arra, hogyha valamiről véleményt kérdezek, akkor az sem zavar különösebb képen, hogyha abból aztán keletkezhet valamilyen súrlódás, de hogy egy olyan vitás helyzetre akarok most rákérdezni, ahol talán inkább bezárni tudjuk ezt az egész dolgot, és nem tovább fokozni. Sebestyén Balázs. Hű, nem lesz bezárva. Tudod, mi a vicces? Balázssal találkoztunk sokat, meg egy cégnél dolgoztunk, meg ilyenek. Közöttünk soha semmilyen surlódás nem volt. Soha. Nekem ő, hozzám ő egyetlen rossz szót nem szólt, áttételesen sem, sehogyan sem. Soha. Ha valaki hibás abban, hogy amikor a slágerben elkezdtem, kell valami, amit az ember csinál, amivel jelentkezik, amivel magát definiálja a piacon. Ez az egyik. Kettő. Amikor én 2 napja vezettem műsort, akkor ők a Balázsa az ő műsorában, a többiekkel együtt röhécseltek egy picit rajtam, és én voltam az old school. Nem tudom, valamit, hogy belebeszélek a zenébe, meg ilyesmi. Semmi problémám, mit mondtam az előbb, műsorvezető csak baltával lehet megsérteni. Viszont azt gondoltam, hogy ja, ha basztatjuk egymást, akkor csináljuk. És akkor előszedtem azt a véleményt, ami nekem pusztán csak azért van, mert ismerem. Én azt gondolom róla, amit akkor ott elkezdtem mondani, és teszem ezt úgy, hogy mondom még egyszer, velem a világ legkedvesebb embere volt, mindig udvarias volt, soha okot nem adott erre a dologra, csak azt gondolom, hogy közben közszereplő. És közszereplőknek egymással kapcsolatban is viselniük kell ezeket a fajta véleményeket. Olyan nagyon borzasztóakat én azért nem mondtam. Tehát rosszabb már ne történjen egy műsorvezetővel, pláne olyannal, aki önmaga eléggé könnyen megsért bárkit, mert ugye a Balázsról ezt is tudjuk. Tehát, és valaki azt meri mondani, hogy szerintem ő tehetségtelen. Borzasztó. De te mai napig tehetségtelennek tartod őt? Balázs? A rádiózásban? Erősen, igen. De ez statisztika. De azok az évek egyébként, amik mögött állnak, meg maga a hallgatottsága, vagy azt inkább be tudod a rádiónak, ahol dolgozik? Több helyen dolgozik. Közönség kedvenc a Balázs, ezt azért nehéz tőle elvenni. Vitrai Tamás, segge elmélet. Ő mesélte, már csak azért, hogy értsük a saját fontosságunkat és szerepünket, és főleg, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy ő neki egy már akkor régről jövő elmélete, hogyha egy nagy szőrös segget mutatnának a televízióban, akkor nyilván felháborodnának az emberek, jönnének a levelek, telefonok, e-mailek, most bejegyzések, nem tudom. Kint tartaná a televízió? 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap. Mindenki megírta a levelét, 3-szor, oké, még mindig kint van, mi lenne? Elfogynak a levelek. Még kint tartja a tévé egy évig is. Majd leveszi. Szerinted mi történne? Az embereknek hiányozna. Ugyanaz a levéláradat, ugyanaz az őrjön is. Hol a seggünk? Az a mi seggünk volt. Tehát akkor a Sebestyén Balázs ebben a történetben analógiai seggét jelent. Én azt gondolom, hogy ő már jó ideje. Volt annyi mázlia, és ez nekem is volt mázlim a szakmámban. Tehát ezt nincs kitől elvitatni. Ez rengeteg szerencse kell. Az, hogy engem felhívtak a heti hetesben is, világ legnagyobb mázlia. Neki ez a mázli úgy történt, hogy kint tudott maradni a képernyőn, illetve hát az éterben. Kint tudott maradni akkor is, amikor a nőket úgy sértette meg, hogy tüntetés volt a rádió előtt. Kint tudott maradni akkor is, és akkor is tovább tudott létezni, amikor ugye ez a úgymond gyerekkori izéje, amikor lekövérezte a kedves hallgatók. Megvannak ezek a felvételek, igen. Mindezek után tovább tudta csinálni. Volt egy szándék, volt egy, nem tudom, egy jó menedzsment. Azt hiszem, tettél egy ilyen burkolt kifejezést bele kapcsolatban, hogy azt, hogy mi nagybetűvel írja, hogy nagyképűnek és arrogánsnak tartod őt? Uh-huh. És ez azóta, mert ugye ez nem egy új keletű dolog, tehát ezt egyszer már lefocisztáltok egymás között úgy valamennyire. Ez azóta soha nem ültetek le megbeszélni, hogy miért volt ez az egész, vagy hogy lehetne ezen túllépni? Én nem becsülöm őt túl sokra. Tehát én azt gondolom, hogy én nem fogok kezdeményezni. 1, 2. Ez
valóban annyira fontos, hogy mi ezt, érted? Tehát azt gondolom, hogy régi barátok véleménykülönbsége méltó arra, hogy leüljenek és végre. Országon átívelő, valóban fontos kérdésre, emberekre hatást gyakoroló kérdésekben azt mondjuk, hogy a politikusok vagy bárki üljön le, beszél. De az, hogy két médiabohóc közül az egyik azt hiszi a másikról, hogy tehetségtelen jelens, nem látom a dolognak a fontosságát, igazán nem. Az én véleményemnek se látom a fontosságát. Talán a dolog fontossága abban eddig, hogy mind a ketten ismert személyek vagytok, nem is akármennyi, a médiában pedig A-kategóriásnak számít. A Sebestyén Balázs neve is, és a Jáksó László neve is, és talán a nézők, hallgatók nem feltétlen kellene, hogy folyamatosan ezekről a súrolásokról informálódjanak, és ne lássanak a végén mondjuk egy párbeszédet ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen téren nincs az embernek felelőssége. Ha már a beszélgetést egyébként azzal a televíziós korszakkal kezdtük, amikor még volt egy nívója mondjuk a médiának. Hát őt nem fogsz látni, hogy mi élőben beszélgessünk a Balázssal. Ugye az, amit én még mondogattam a slágerben, az, hogy azért úgy tudja a saját képességeit. Ergo igazából megmérettetése még nem volt. Tehát a műsorokban ő minden esetben a teljesen védett pozícióban volt. Egy vetélkedőben beszólogatni a rettegő civil játékosok, megbocsás. És folyamatosan ez. A celebek ugye a dzsungelben eszik a bogarakat, és közben ő egy asztalnál a Jánossal röhög rajtuk. Érted? Tehát, de János osztozik a véleményedben? Ilyen nem, télen? Tehát, hogy... Nem, biztos nem. De nem, akkor félreted a kérdést. Tehát, hogy a te véleményed ugyanez a Jánosról, mint a Balázsról. Tehát nem. Ilyen téren osztoznak-e? Tehát mondjuk a Vadon Janit és a Balázst, azt ugye egy entitásként kezeled-e? Nem. Tehát őt azért a Balázstól el tudod vonatkoztatni, és róla van egy pozitív a vélemény? Persze, a János meg a Feri csinálják meg a műsort helyette. Százalékosan, tehát hogyha van egy műsor, ami technikailag levezet két ember, és neki itt is csak azt kell a rádióban csinálni, amit az előbb említett vetélkedőben, hogy időnként így beszólogatni. Nagyon keveset beszél százalékosan. Amikor úgy van valami, ami eszébe jutott. Az nem műsorvezetés. A szinte riportalany, akinek ez megengedtetik, hogy hát csak úgy, amikor kedve van, akkor válaszoljon. Egy utolsó kérdésem alatt időnk, mert így is túlfutottuk egyébként a szokásos műsoridőt, ez pedig hát félig meddig magánélet is, sőt nem félig meddig, de ha nem akarsz rá válaszolni, azt is elfogadom, hogy nem akarsz erről beszélni. Mit lehet tudni, milyen a kapcsolatod most a fiaddal? Jó. Marha nagy. Gyerek, felnőtt ember. Tehát, hogy most már úgy egész más. Találkozgatunk, eszünk, halászlét. Valamiért benne ez nagyon megmaradt, ez a szegediség. Olyannyira lokálpatriótának tekintető, hogy olvastam, hogy az ő anyukája, és te is, mikor Budapestre kerültetek, ő nem akart a fővárosba kerülni, hanem maradt inkább Szegeden. Tehát, hogy a te fiad az valóban egy ilyen erősen lokálpatrióta fazon? Nagyon szereti Szegedet. Hogyha, nem tudom, még az egyetemen is, azt hiszem, szervezett kirándulásokat, itt eltére járt, szervezett kirándulásokat Szegedre. Csoporttársainak, meg mindenkinek megmutatja a város. De mindennapos a viszonyatok? Tehát, hogy fölhív minden nap. Őt miért nem lehetett látni soha a médiában? Tehát ez tudatos döntés volt a részéről, vagy te voltál az, aki idejekorán úgy döntöttél, hogy nem akarom a családomat, és leginkább a fiamat képernyőre hozni, vagy hogy velem együtt említse a bulvár. Tehát, hogy ez tudatos döntés volt, vagy ez egész egyszerűen csak így alakult? Képzeld el, hogy engem az édesapám rántott volna a képernyőre. Nem, hát felnőtt koromban egyszer valaki felajánlotta, akkor igent mondtam, és ezért vállalom a felelősséget. Ergo én őt ebbe irányítani sose fogom, meg eddig se tettem. Ha valaha ezt akarja csinálni, annak ellenére se, vagy az ellen se szólok egy szót se. De nem akarja egyébként. Jó, csak ez azért nem ennyire evidens, mert ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan meg ezt teszik. Tehát, hogy most anélkül megneveznék sztárokat, mert nem akarom tovább mélyíteni ezt a... Rúgják bele még valakit. De hogy például láthattunk olyat az elmúlt időszakban, hogy volt, aki már a vajudását is a média előtt vitte végbe, és sejtem, hogy mi erről a véleménye, csak hogy ilyen téren akkor te valóban annyira old school-nak számítasz, és te használtad korábban ezt a kifejezést, még a Balázsék kapcsolatban, hogy ez volt rólad a vélemény, hogy te viszont tipikusan az a régi vágású tévés, rádiós vagy, aki önmagát és a saját teljesítményét próbálja gyékényre vinni, és nem pedig a családját és az ő környezetét, vagy a magánéletét. De ugyanakkor ennek meg ellentmond, bocsáss meg, és ezt most ugrik, hogy ennek meg ellentmond az, hogy te korábban beszéltél arról,
hogy sok esetben csak azért, hogy a bulvárban szerepelj, akár hazudni is képes voltál. Tehát, hogy ez a fajta médiaészséged, vagy szerepléséességed, inkább bocsáss meg, inkább így fogalmazok, ez mára már a kor előre haladtával elmúlt? Ez a fajta dolog, ez kényszer volt. Senkire nem tolhatom a felelősséget, hisz abba hagyni mindig lehetett volna. Tehát arra nem kényszerített senki, hogy csináljam. De ha már csinálom, akkor ez a mondasz valamit, vagy kitaláljunk. Ez egy konkrét kérdés volt. Ezt az akkori régi 5 főszerkesztővel ezelőtti sztori magazinból valaki feltette a kérdést, mondom, Jézus Isten, hát akkor talán mondanék. És rájöttem arra is, hogy hát ha már kitalál valaki valamit, az már inkább én legyek. Mert legalább nagyon sokszor talált ki valaki más is dolgokat. A vakolat potyogott. Tehát volt olyan hülyeség, nem mindig tudod irányítani. Tehát néha volt olyan, hogy azt olvastam, hogy a májammal voltam kórházban, és azért, mert a szárgásításra szedtem szteroidokat. Erre mit mondjak? És ezt is elolvastam. Akkor mentünk ügyvédelme, üdögéltünk ott a szerkesztőség. Érted? Tehát sok olyan dolog van, amiről nem is érdemes már beszélni, de alakította akkora hozzáállásomat. És rájöttem arra, hogy basszus, inkább előre menjen ez a hajó, és inkább hadd szólhassak bele, hogy milyen irányba megy. És így már viszont, igen, akkor már kitaláltam, akkor már megbeszéltem a Kelemen Annával, hogy azzal is hűlünk egyet, meg mit tudom én, sok baromságot. És soha nem volt valódi viszony közted és az Anna között? Tehát fizikai viszony, fizikális viszony nem történt? Nem. Tehát még akkor sem, amikor már benne voltatok a történetben, nem volt egy olyan kósza gondolatot, hogy ha már összehoztuk egymást a bulvárban, én akkor szívén, talán. Például őt nagyon kedveltem. Meg most 100 éve nem találkoztunk, tehát azért múlt időben. Én őt nagyon kedveltem, egy ilyen szomorú lányt láttam benne, aki úgy keresi a helyét a világban. És ezért normálisan beszélgettünk, párszor leültünk beszélgetni, meg ezt így kitaláltuk, egy fényképezéssel megoldottuk az összes cikket, mert fordultunk. Tudod, ez az egy személyes találkozás volt köztetek, amikor a fotó elkészült? Nem, utána beszélgettünk párszor, de a fotózásra egy. Igen, egy fotóst hívtunk mi, és fordultunk, és ruhát váltottunk. De ezt neked is szeretett ajánlom. Ez az internetes videózása pont olyan jó, tehát figyelj, egy utcán állsz, a 10 fokonként fordulsz, az annyi helyszín. Egy búcsú kérdést engedj meg még, ez pedig az volna, hogy azt tisztáztuk, meg ezt korábban is elmondott, hogy producerkedésben te már nem fogsz újra belevágni, már a Más lakók után, de ugyanakkor meg magát adja a kérdés, hogy a képernyőn fogsz-e még szerepelni, mint műsorvezető? Biztos lenne olyan. Ugye ezt még Kolosi Péter mondotta volt nekem, hogy nem műsorvezetőhöz igazítanak, vagy találnak ki műsort, hanem műsorhoz keresnek műsorvezetőt. Tök igaza van. Meg hát, ha valaki tudja, az ő. És úgyhogy jelen felhozatalban, ha azt nézem, hogy most mi van a televízióban, és mi az, ami kinéz így belátható távolságban, akkor azt gondolom, hogy ebben én nem, nekem nincs. Máshogy kérdezem, ha megkínálnak olyannal, ami mondjuk kedvedre való, elfogadod? Létezne olyan, mit tudom én, egy már nem létező műfaj, late night show, meg egyebek, mert érdekes, hogy miközben a hülye amerikaiak mindig csinálnak egy csomó ilyen műsort, meg igazi műsorokat, meg vidám műsorokat, egyebek, Magyarország kitalálta, hogy már nem kell műsor a tévébe. Okés. Igen, ha lenne még ilyen műsor, akkor én azt szívesen és boldogan, meg ahhoz lehet, hogy még a korom is jó, nem tudom. Jáksó László, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Nektek a megtisztelő figyelmet köszönöm, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!